A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit, szeptember 24-én, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először ellátogatunk a Victoria Pódium előadására, majd a Kalász Márton emlékestre. Ezt követően betekintünk a Vörösmarty Színház életébe Szikora Jánossal, hogy aztán megismerkedjünk Kesztyűs Ferenc műveivel. Folytatódott a Victoria Rehabilitációs Központ programsorozata, az est továbbra is a Rehabilitációs Központban élők javát szolgálja. Remek hangulatú programmal köszöntötte vendégeit a Victoria Pódium kettcsináló Turmix kulturális programsorozat nyárbúcsúztató őszköszöntő találkozója, amely a Victoria Rehabilitációs Központ alapítványának szervezésében indult. Az est témája ezúttal a meghívott művészek alkotói arszpoetikája, illetve az Egyházmegyei Múzeum kincseinek bemutatása volt. Azt gondolom, hogy törekedni kell arra, hogy a közönség, aki veszi a fáradtságot, meg esetleg még anyagi terhet is vállal, és eljön, az kapjon valami minőséget. Azt remélem, ez nem volt egészen tudatos, de ez ki úgy alakul, hogy a mai este egy ilyen Székesfehérvár eszencia lesz. Több oldalról megközelítve, de nagyon város szerető, város lényegéhez tartozó, városról szóló történetek, előadások, szereplők lesznek. Smahéi András Székesfehérvár megbecsült intézményvezetőjének előadásában a vendégek megismerhették az Egyházmegyei Múzeum kivételes értékeit, amelyek a királyi város múltjának talpontjai. Nagyon régi jó barátságban vagyunk Szarvas József doktor úrral, a Székesfehérvári Öregkegyi plébánián a képviselőtestületben együtt dolgozunk a plébániáért közösségért. Ugyanakkor családi barátok is vagyunk, szüleim, illetve testvéreim és az ő gyerekei. Régóta ismerjük egymást, tehát teljesen természetes volt, hogy a meghívására azonnal igent mondtam. Mivel még nem voltam ezeken az esteken, csak a reklámokból, hirdetésekből figyeltem, hogy milyen komoly Székesfehérvár szellemi kulturális életének meghatározó szereplői szerepeltek itt eddig, és megpróbáltam egy kicsit komolyabb, de ugyanakkor érdekfeszítő témákkal bemutatni a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumot, amely a munkahelyem. Melyek ezek, ha megkérdezhetem? Három műtárgyat választottam ki, mindegyik nagyon izgalmas önmagában is, és nagyon érdekes magyar kultúrtörténet, Székesfehérvár kultúrtörténet, de egyébként közép-európai, vagy akár mondhatjuk azt, hogy az európai kultúrtörténet, művészettörténet szempontjából is fontos műtárgyak. Az egyik egy románkori ívsoros párkának a töredéke, amelyen a élőkereszt motívum jelenik meg. Ez a látogatóközpont építése során került elő, egy nagyon izgalmas darab, ami biztosan Szent István által alapított királyi bazilikából származik. A következő az a bizonyos reneszánsz kőtábla, amely Szent Imre minden bizonnyal sírját jelölte, és kálmáncsai domokos répost állította ezt a táblát, és 2007-ben egy egészen varázslatos körülmények között került elő a Szent Imre 1000 éve kiállítás kapcsán. Szűcs György művészettörténész találta meg egyébként 1981-ben a táblát, csak nem tudta, hogy mit talált meg, és 2007-ben derült ki, hogy a székesfehérvári reneszánsz emlékek közül a legkiemelkedőbb darab, és a 2008-ban a Nemzeti Galériában megnyitott Mátyás öröksége kiállítást ezzel a műtárgyal kezdték, mint az akkori magyar legjelentősebb reneszánszkori lelet. A harmadik pedig hát a csúcsdarabja a intézményünknek, a Székesfehérvári Egyházmegyének a legfontosabb műtárgya, Szent István fej erekjéje, illetve benne Szent István fej erekjéje, mely Szent István fej erekje tartójában van, amelyet Mária Terézia 1778-ban adományozott Székesfehérvárnak.
Az est vendége volt a hazai könnyűzenei paletta székesfehérvári kiválósága Jancsó Gábor, a Blaha Louisiana zenekar gitáros zeneszerzője, aki a beszélgetésben visszatekintett a saját, illetve zenekara útjára, amely mára a csúcsra repítette az igényes muzsika országos kedvenceit. Szerintem a jó dolgok mindig úgy alakulnak, hogy alapvetően nem biztos, hogy tudatosság az első lépcsőfok, főleg a zenéről beszélünk. Úgyhogy igazándiból mi csak úgy elkezdtünk dalokat írni, meg zenélni, meg elkezdeni ugye a zenekarozás első lépcsőfokait, és így alakult szerencsére. Viszont az a tartalom, amit te magad is megírsz a szövegekben, az egészen bizonyosan 21. század, és mindig valamiféle üzenet, ez mennyire tudatos? Szerintem a jó könnyűzenei dalszöveg az mindig... Tehát egyszerű értékeket közvetít, vagy egyszerű üzeneteket, az, hogy az már hogyan van megírva, meg megfogalmazva, az már lehet ugye elég sokféleképpen, ami tehát ilyen versszerű dolgok. Úgyhogy, hát igen, ez egy jó kérdés, ez nehéz röviden jól válaszolni. Viszont maradtatok fehérváriak abban az értelemben. Hogy fogadtad ezt a felkérést, hiszen ez egy ilyen értelemben egy különleges esemény? Szerintem a jó úgy érdekében jó tenni mindig jó, és ez a mondat, ami igazából szerintem mindenki tud vezérelni. Meg hát nagyon ritkán vagyok itthon, mert nagyon sok a dolog szerencsére, és tényleg nagyítóval kell keresni a napokat, hogy az ember így ráérjen. Tehát alapvetően én ilyen elég beálltam arra, hogy vasárnap délután jövök haza egy ebédre, és aztán vissza. De most szerencsére ezt meg tudok oldani. Varga Tibor Javik szintén székesfehérvári és fotóművészetében is ragaszkodik szeretett városához, olyan pillanatokat rögzítve, amelyek élményt és megerősítést nyújtanak minden szemlélődőnek. Én alapvetően szeretem Fehérvárt, ahogy a képeimből is látszik, és hogy megragad igazából, mikor egy olyan pillanatot látok, ahogy úgy gondolom, hogy még nem láttam más képein, akkor azt nagyon szívesen megörökítem, hogy más is kedvet kapjon ehhez a városhoz. Tehát mondhatjuk, hogy tudatos mindaz, amit a fotófelszereléssel a válladon, a kezedben, az arcodban, a fejedben megvalósítasz? Változó. Van, amikor úgy indulok neki, hogy lesz, ami lesz, hát ha látok valamit, de vannak azok az esetek, amikor teljesen tervezetten indulok neki, hogy én ezt a helyet ebben az időszakban lehetőség szerint az adott fényekben szeretném megörökíteni, például egy szép naplementében. A jótékonysági esten a mozgássérültek Victoria Rehabilitációs Alapítványát támogatják a résztvevők. Kalász Mártonra emlékeztek a Szent István művelődési házban. A Székesfehérvárhoz ezer szállal kötődő költőíró legenda 90 esztendeje született. Nem latinban figyelünk semmi, a versekben minden szabad. A Csóri Sándor Társasága Vörös Marti Társasággal és a Szent István Művelődési Házzal karöltve a Nemzet Művészet címmel kitüntetett Kossuth Díjas és kétszeres József Attila Díjas költőre, íróra, műfordítóra, egyetemi tanárra, Kalász Mártonra emlékezett születésének 90. évfordulóján. Fehérvár mindig különösen fontos szerepet játszott az életében, és emlékszem arra a legutolsó interjúra, amit azt hiszem te csináltál a Fehérvár TV-vel, és ott is milyen szerettel emlegette ezt a várost, ahol sok időt töltöttek, éltek a családjával, akkor volt ugye itt Takács Imre, akkor élt itt Sobor Antal, Román Károly, Bódás Áros és mások, tehát ennek a nemzetéknek igen kiváló képviselői. És én azt hiszem, hogy az is egy szép pillanat volt, amikor 1988-ban újjállakítottak a Vörös Marti Társaságot, és ő lett az első elnök. A városhoz kötődése az mind halálig megvolt, de hát ennél is fontosabb, azt hiszem, az a fajta költői és szépírói teljesítmény, amit letett az asztalra, hiszen ez az intellektuális, kicsit elvont, ugyanakkor a valóság lényegét kifejező versvilág, ezért azt hiszem, hogy a magyar költészet 20. századi vonalának mindenképpen az élvonalába tette őt.
A megemlékezést megtisztelte jelenlétével lánya, Kalász Orsolya is, aki elmondta, családja számára Székesfehérvár volt az az alkotói otthon, ahova ma is szívesen tér vissza. Székesfehérvár hosszú évtizedekig az otthonunk volt. Itt éltünk, itt jártam iskolába, gimnáziumba, és nagy szeretettel emlékszem ezekre az évekre, édesapám költő barátaira, művész barátaira, a Román Károlyra, aki nekem is tanárom volt, úgyhogy szeretettel jöttem, és örömmel. Mennyire jelent az megerősítést, hogy az a feledhetetlen életmű, ami Kalász Mártoné, nem merült feledésbe ma sem? Hát remélem, illetve nem is tudom elképzelni, és nem csak itt, de máshogy is megemlékeznek róla, úgyhogy az, hogy mi lesz egy életművel, az olvasóival, az nyilván hosszú évek során fog kiderülni, de egyelőre azt látom, hogy egyrészt az életműve a Petőfi Irodalmi Múzeumba került, Fehérváron tavaly is volt egy megemlékező műsor, úgyhogy nagyon reménykedem. Ja, és még a szülőfalujában, Sombereken pedig az általános iskolát róla nevezték el, úgyhogy holnap után odautazom az ünnepségre. Szent Mártoni János kiemelte, hogy egyik elődje Kalász Márton, aki 2001 és 2007 között látta el a megtisztelő feladatot, megerősítést nyújtott ahhoz, hogy a magyar irodalom megtartsa alapvető szerepét a mindennapjainkban is. Több rendezvény volt és még lesz is, amely Kalász Márton munkássága előtt tiszteleg, de valóban nem csak a nagy ívű irodalmi munkásság itt rendkívül fontos, amely alapjaiban gazdagította a 20. század és a 21. század elejének magyar irodalmát, és ugye az egyetemességét nézzük, akkor az európai és világirodalmat is egyben. De hogy milyen érzésekkel érkeztem, hát rendkívül baráti és mély érzésekkel, hiszen pályakezdő költőkorom óta ismerhettem a mestert, és aki arról is volt többek között híres, hogy mindig nyitott szívvel és nagy érdeklődéssel fordult a utána jövő nemzedékek felé, a fiatal alkotók felé, és segítette őket, egyengette az útjukat. És nem utolsó sorban azért is nagy tisztelettel érkeztem, hiszen a Magyar Írószövetség élén Kalász Márton is sokáig harcolt és küzdött a hivatásunkért, és ebben a székben én is válthattam őt, ugye Vasi Géza után én következtem ebben a sorban, és mint ilyen vezető vagy a pályafutásomnak ebben a szakaszában is nagyon sokat számíthattam rá, a tanácsaival, javaslataival, megfigyeléseivel sokat segítette az akkori ténykedésemet. Kalász Márton 1991-ig a Vörösmarty Társaság elnökeként sokat tett legendás barátaival, Román Károllyal, Sobor Antallal és számos más pályatársával a fehérvári szépirodalom fejlődéséért. Nagyon nagy öröm a Vörösmarty Társaságnak, hogy csatlakozhatott ehhez a mai Kalász Márton esthez, ehhez a megemlékezéshez, hiszen Kalász Márton nem csak mint Kossuth díjas költő, író, műfordító jelentős, hanem ezer szállal kötődik Székesfehérvár kulturális életéhez is, ugyanis az 1980-as évektől élénken bekapcsolódott a város szellemi életébe. 1988 és 1991 között ő volt a Vörösmarty Társaságnak az elnöke, többek között Román Károllyal egy életre szóló barátságot kötött, és csodálatra méltó az, hogy ő annak ellenére, hogy német anyanyelvű volt, és német ajkú családban nőtt fel, magyar nyelven közvetítette a költészetet. Költészetében kiemelkedő az a fajta változás, amin az ő lírája keresztül ment, ugyanis a népies realizmustól a tárgyias lírán át eljutott egészen a keresztény szellemiséget képviselő elvont gondolati líráig. A találkozón személyes hangvételű visszaemlékezések erősítették meg Kalász Márton munkássága, ma is a magyar irodalom kiemelten fontos része. Most pedig nézzünk meg egy beszélgetést a Vörösmarty Színház jövőképéről Szikora János igazgatóval. Bár az évadnyitó már megvolt, a hivatalos színház évadnyitó, de azért nagy tisztelettel köszöntöm Szikora Jánost, a Vörösmarty Színház igazgatóját. Fontos pillanat, hiszen már zajlanak a próbák, gőzerővel történik a munka, a felkészülése a következő évadra.
Előtte azonban én minden színház rajongó nevében szeretnék gratulálni a Gábor Dénes díjhoz. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon komoly megerősítés. Köszönöm szépen. Nagy meglepetés volt a számomra. Tényleg ugye első pillanatban nem is tudtam mire vélni, és aztán elolvastam a méltatást, a díj odaítélésének az indoklását, és nagyon jól eső érzéssel konstatáltam, hogy azért itt az elmúlt 10 év nem múlt el hiába. Az mindig nagyon fontos szerintem egy ember életében, hogyha egy munkát úgy fejez be, hogy azt érzi, hogy nyomot hagyott, és ez a díj is talán arról árulkodik, hogy sikerült valami nyomot hagynom ennek a városnak a kulturális történetében, a kulturális emlékezetében. Mint ahogy az én emlékeim között is ez egy meghatározható és kitörölhetetlen periódus, amit itt Fehérváron töltöttem. Folytatjuk természetesen, de ugye gyászolunk. Mihály Győző koronázási játékok egyik alapja, talpontja nem lehet már köztünk. Ugye augusztus 19-én töltötte be 70. életévét, 20-án még itt volt velünk Szent István napokon a Városháza dísztermében megrendezett ünnepi közgyűlésen, és néhány napra rá elveszítettük. Én tudom, hogy nagyon komoly barátság fűzött hozzá. Milyen gondolatokkal fogadtad a hírt? Hát, ugye az ember a közeli ismerősei, barátai, szerettei halálhírét először is hitetlenkedve fogadja. Tehát, hogy ez hogy történhetett meg. A Győzőnél is ez volt, hogy el se hittem, hogy azt gondoltam, hogy ez biztos valami félreértés. A Győző nem halhatott meg. Hát, ugye augusztus 27-én volt egy olvasópróba a Windsori Vígnőkből, és akkor tudtam meg, a szünetben közölték velem, és ledöbbentem, de hát gyerekek, hát én 20-án még itt láttam a Győzőt, szinte felköszönhettem volna a színpadra, egy karnyújtásnyira állt előttem Győző, aki, ahogy említed, épp akkor egy nappal előtte töltötte be a 70. évét, én néztem, hogy hát milyen jól néz ki ez a pasas, hát 70 éves és ilyen nagyszerű karban van, tehát tényleg nyomát nem mutatta annak, hogy bármifajta betegség kínozná, de hát a sors így akarta. Győző a pályám elejétől elkísért tulajdonképpen egy meghatározó pályám elejének egy meghatározó előadása, a miskolci Rómeó és Júlia kötődik hozzá. Én ott ismertem meg Mihály Győzőt, a fiatal színészt, aki akkor Rómeót alakította, Igó Éva volt a Júlia, és egy nagyszerű előadást hoztunk létre azzal az akkori miskolci csapattal. Óriási nevek voltak benne, Tímár Éva, Blaskó Péter, Körtvélyesi Zsolt, Gáspár Tibor, tehát nagyszerű szereposztás volt, és az én emlékeimben egyébként Győző mindig is az a Rómeó, akit én ott megismertem. Tehát ő nem csak szerep szerint volt Rómeó, hanem ő maga volt a Rómeó, ő maga volt a fiatalság, a lelkesedés, az erő, az érzelmesség, az érzelem, a lendület. Tehát csupa-csupa olyan tulajdonsága volt a Győzőnek, ami olyan hihetetlenül lefette ennek a szerepnek a kívánalmait, hogy ez az azonosulás az első pillanatban létrejött. Úgyhogy azt gondolom, nem csak bennem, másokban is az ő Rómeója kitörölhetetlen nyomot hagyott. És hát aztán volt még egy érdekes tényező, ez a hangja. Tehát a Győzőnek volt egy egész különleges orgánuma. Ezt az egész ország ismerte, élt is vele, hiszen nem csak nagyszerű szinkron alakításai voltak, hanem számos műsornak a narrációjaként emlékezhetünk rá. Tehát az ő orgánumában volt valami
valami nagyon kellemes, valami nagyon férfias, valami nagyon erős, és ugyanakkor érzelmes, tehát csupa olyan dolog köszönt vissza a hangjában, amilyen a Győző maga volt. Úgyhogy én így emlékszem rá, nem múlt el, tehát a Győző nem múlhatott el, a Győző nagyon sokunk szívében ott él, és az, hogy többet már nem hívhatom a koronázási szertartásba, az bizony szomorúsággal tölt el. Nagyon sajnáljuk mi is. Ugyanakkor elkezdődik a színházi évad, és egy játékos temesvári színjátékok, temesvári olimpia, ha úgy tetszik, és ott voltak a, most ne beszéljünk az eredményekről, fantasztikus eredményeket értek el Vörös Marti színház tagjai. Egy csomó díjat kaptak. Ballér Bianca, Ladányi Julcsi, Rovó Tamás, Lábodi Ádám vendégként, és a többiek azért bizonyították, hogy azért Fehérvár a színház, és a sport, és a minden város, ha úgy tetszik, a királyi város. Viszont kezdődik a színházi évad. Én azt hiszem, hogy az a három rendezés, ami majd a nevethez fűződik, az már is megerősítést jelent számunkra. Kezdjük a Shakespeare a Windsori Vígnőkkel, mert ugye az egy kóprodukció a Komáromi Jókai Színházzal, amit én azt hiszem, hogy aki már látta, de majd aki ezt is megnézi, az nagyon sok meglepetéssel és igazi színházi élménnyel gazdagodik. Érdekes, mert az olvasó próbán említettem a komáromi kollégáknak, hogy azért az, hogy most itt ülünk egy asztalnál, és az asztal egyik oldalán 8 fehérvári, a másikon 8 komáromi színész, ez több év óta érlelődik ez a pillanat. Több év közös munkája ágyazta meg, hogy aztán létrejöhessen ez a koprodukció, hiszen Bagó Bertalan többször rendezett Komáromban, Lőrinc Zsuzsa kétszer is rendezett ott gyerekdarabot, és hozták a hírét a komáromi társulatnak. Mi is elmentünk, több előadást tekintettünk meg, és előbb-utóbb tudtuk, hogy nem csak a földrajzi közelség okán, hanem azon is, amiatt is, hogy közös színházi nyelvet beszélünk, és ez a színházi, ezen a közös színházi nyelven nagyon-nagyon izgalmas és jó kaland lesz Shakespeare-t megszólaltatni, különösen akkor, hogyha ez egy olyan vérbő, akciódús vígjáték ürügyén mutatkozhat meg, mint a Windsori Vígnők. A Windsori Vígnők bár egy vérbő vígjáték, de nincs olyan gyakran a színházak műsorán. Tudom is az okát, de ebben most talán nem is akarnék belemenni, mert mi a szövegkönyvet gondozó dramaturggal, Selmeci Beával közösen a Windsori Vígnők kapcsán a nyomába eredtünk a Windsori Vígnők ikonikus főszereplőjének, Falstaffnak. És Falstaff figurája, amely Shakespeare zseniális képzeletében született meg, de nagyon sok archetipikus előzménye van, és így nem is a Windsori Vígnőkben, hanem a negyedik Henrik című királydráma humoros epizódjaiban jelent meg először színpadon. Na most mi tulajdonképpen ebből a két forrásból, a negyedik Henrik Falstaff epizódjaiból és a Windsori Vígnőkből kreáltuk meg azt a különös, izgalmas, érdekes, fordulatos történetet, amit hát már most öröm próbálni. Érdeklődéssel várjuk természetesen, ugyanakkor ha tovább megyünk, a Nibelung Lapkópark, Térei János. Én azt hiszem, hogy ez egy csoda. Nagyon-nagyon jó, hogy a kortárs szerzők is szerephez jutnak, Székesfehérváron gyakorta, mert ez megerősítést jelent a színházrajongóknak, rendezőnek, és szinte biztos vagyok benne, hogy a színművészeknek is. Posztumusz ez a munka, és tulajdonképpen egy ilyen késői elismerés.
térei munkássága iránt, már csak azért is, hiszen a nagy sikert aratott Ember tragédiája 2.0 kortárs szerzői négyes fogatában ott volt Térei János. És a munka megkezdésekor elment közülünk váratlanul, de Térei mégiscsak megjelenik Fehérváron, mégiscsak megjelenik a fehérvári színpadon egy olyan nagy, monumentális művével, amely így még soha nem került magyar színpadra, tehát ebben a teljességében a Nibelung lakópark egy ősbemutatónak tekinthető majd. Fontos. Nem ismétlem önmagam, de természetesen itt leszünk, mint ahogy egy álmod is teljesült, a Benyovszky, a Szabadság szerelmese darabbal. Én azt hiszem, hogy ha valaki figyeli a pályafutásodat ilyen értelemben, akkor tudja, hogy ez az út, illetve ez a kor az egyik nagy kedvenced. Igen, tehát ugye 16-17. Század környékén járunk, azért kicsit kitágítva, de mégis az a rendkívül izgalmas, különös kor, mint a Hadiké volt. A Hadikhoz hasonlóan Benyovszky is egy fantasztikus, és tapasztalatom szerint különlegességéhez képest nem megfelelő módon ismert figurája a magyar történelemnek, úgy, hogy ráadásul őt számon tartják, bizonyos szempontból magukénak vallják a szlovákok, a lengyelek, tekintettel arra, hogy a Felvidéken született, és a lengyel szabadságharcban is részt vett, és így került orosz fogságba, és az orosz fogságból való szökését követően indult el aztán az a fantasztikus kalandsorozat, amit gyakorlatilag ez a musical megörökít. Én azt gondolom, hogy egy fantasztikus, nem csak a kalandsorozat, hanem az év maga, az évad is egy fantasztikus lesz. Én köszönöm szépen, természetesen fogunk még találkozni és beszélgetni. Köszönöm, hogy megtiszteltél. Én is köszönöm szépen. Egy kivételes életmű egy részét ismerhették meg a látogatók az Ősfehérvár alkotóközösség kiállításában. A 92 éves kesztyűs Ferenc festőművész és tanítványai műveiből nyílt tárlat az Árpád-fürdőben. Ünnepi tárlat várta az Árpád-fürdő rendezvénytermében a képzőművészet barátait, ahol a 92 esztendős Kesztyűs Ferenc festőművész kivételes alkotásai, illetve az általa alapított és idestova 65 éve működő nemzetközi képzőművészeti magániskola és műhely növendékei mutatkoztak be az Ősfehérvár alkotóközösség programjának keretében. Nagy örömmel készültem erre a kiállításra. Évek óta ismerem dr. Kesztyűs Ferenc munkásságát, mondhatom, hogy baráti a kapcsolatunk, és Budapesten voltunk a Benczúr Hotelbe egy kiállítás alkalmával, ahol én is részt vehettem néhány képemmel, és ott merült fel a gondolat, hogy meghívnám Kesztyűs Ferencet a tanítványaival együtt ide az ősi koronázóvárosba, Székesfehérvárra, hogy bemutassuk itt is a tanítványoknak az alkotásait, valamint dr. Kesztyűs Ferencnek a tűzzománc kerámia képeit, és a fia is ugyanígy fest, grafikus és festőművész, a Kesztyűs Tibor. A tanítványok művei is nagyon fontosak, mert nyilván leri róluk, ha úgy tetszik, hogy a mester milyen tanár volt. Igen, hát követik őt, és nagyon lelkesen járnak hozzá hetente, ha jól tudom, Budapesten van a műhelye, ahol kipróbálják a szilikon festéket, művészfestéket, és itt a kiállításon is láthatunk olyan képeket, amelyek ezzel a világtalálmány, világszabadalom művészfestékkel készülnek. Igen, erről szerettem volna kérdezni, hiszen egy világszabadalom, és korán sem véletlen, hogy szerte Európában, illetve a világban is nagyon sok követője van így. Igen, nagyon sok követője van,
hiszen ha jól tudom, akkor ezek nem csak képeken jelennek meg ezek a festékek, hanem épületek, iskolák, orvosi rendelők, egészségügyi intézmények falán, és nem csak itthon Magyarországon, hanem külföldön is, templomokba akár, tehát nagyon sok helyen látható dr. Kesztyűs Ferencnek a tűzdománc kerámia alkotása. Kesztyűs Ferenc az egyetemes festőművészetet forradalmasító tűzdománc kerámia, valamint a szilokink, szilikon művészfesték feltalálója, igen gazdag és tartalmas életutat járt be. Dolgozott díszítő és freskófestőként, aranyozóként a parlamentben, az operaházban, az operettszínházban, a Moulin Rouge-ban, emellett grafikusként is tevékenykedik, több folyóiratnak rajzolt és készített karikatúrákat. Itt a kiállításon az ő művei, a fia művei, a Tiborért, a tanítványai művei láthatók. A szervezője a kiállításnak az ős Falkös Sipos Mari, akinek ezúttal is nagyon köszönjük, hogy lehetőséget adott ebbe a patinás épületbe való megjelenésre. Miről ismerszik meg Kesztyűs Ferenc művészete? Sokrétű a művészete, mert kevesen tudják, de a Ludas Matyinak volt egy vezető karikatúristája régen, külön múzeuma is van a világban neki a karikatúristái, vagy karikatúráiról, de a legújabb kori eseményei között a szilikon művészfesték és a tűzdománc kerámia az, ami világszabadalomként fémjelzi a munkásságát. A mester és tanítványainak tárlata Karacz-Zagyva Irén, Kesics Judit, Major Gabriella, Kemenyecki Judit, Ternyák Erzsébet és Gál Mihály alkotásai a hónap végéig tekinthetők meg az Árpád fürdőben. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.